A roma holokauszt 80. évfordulójára emlékeztek a pécsi Gandhi gimnázium kollégiumában. Roma tanodák iskolásai is részt vettek a történelem emes sötét korszakát bemutató megemlékezésen. Az iskolásoknak számukra értelmezhető és befogadható módon zajlott az interaktív előadás. A Rettentő valamik című mese, mely a holokauszt allegóriájára készült, alapján próbálja a tanár megértetni ezt a rettentő korszakot a gyerekekkel. Ez a mai program itt a délelőttben, ez egy órás programról van szó, hiszen a gyerekeknek az életkorához is kell, hogy passzoljon ez az idő. Tulajdonképpen erről a meséről, rettentő valamikről fogunk beszélni. A mese felolvasásra kerül, és majd pedig ennek a mesének a feldolgozása az általános iskolai szintnek megfelelően fog történni. Nyilván nekem alkalmazkodnom kell most ezekhez a diákokhoz, akiket én most még per pillanat nem ismerek, úgyhogy nyilván ez majd menetében kell, hogy egy kicsit rugalmasan változzon, amennyiben a befogadó készséget, ahogy látom majd a menet közben. De alapvetően ez egy szimbolikus mese, és majd a mese végén, amikor látom, hogy hogyan értik, mit értenek meg belőle, akkor fogunk egy kicsit történelmi tényekről is beszélni, de azt óvatosan, mert jelen időkeret nem ad arra lehetőséget, hogy feloldjuk az esetlegesen előkerülő félelmeket. A gimnazista korosztálynál már másként kell megismertetni ezt a történelmi korszakot. A Gandhi gimnázium diákjai számára mindig eltérő módon próbálom. Ott alapvetően nagyon sokat használom online videós felvételeket, azonban én általában nem kifejezetten arra megyek, hogy a nagyon szörnyű képeket mutassam be, és ez beleégjen a retinánkba, hanem családi élettörténeteken keresztül próbálom rávilágítani a gyerekeknek arra, hogy az a család, akiről most megnéztünk egy nagyon vidám videót a 20. század elején, az a család a 20. század közepétől nem létezett. És akkor, hogy mi történt azzal a családdal? Tehát megpróbálom megszemélyisíteni az áldozatokat, mert azt gondolom, hogy elég távol van már a mai diákoktól ez a szörnyűség. A legtöbbjük már a nagyszülőktől sem, tehát most már az a generáció van, akinek már nincsen élő mesélője otthon. Úgyhogy nekik ez távoli már. El se tudják képzelni, hogy ilyen megtörtént, hogy megtörténhetett, ezért én a családtörténetek feldolgozására helyezem a hangsúlyt mind. Idén újszerű megközelítésben kezdett hozzá a megemlékezés sorozatnak a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Gandhi Kft. Hetek óta tartott a felkészülés, mondta Mór Eszter, a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tanácsadója. A gyermekeknek történelmi előkészítő foglalkozásokat, illetve roma hagyományőrző programokat tartottunk. Majd ugye a prózai műveket betanultuk, illetve a zenés produkciókat, és ezt követően a mai nap több rendezvénnyel fogunk megemlékezni a 80. holokauszt eseményekről. A gyerekeknek folyamatosan biztosítottak feladatot, tevékenységet a megemlékezés sorozat alkalmával. A művészeti, kulturális és minden területen több rendezvény kapcsán be vannak vonva a gyerekek. Annyi mondjuk hozzátartozik, hogy az emlékműsor fellépői között eddig is szerepeltek a gyermekek, tehát az ő bevonásukkal, de most sokkal nagyobb körben próbáltuk bevonni őket. Ugye kézműves foglalkozás keretében már előkészültünk, tehát zászlókkal, a megemlékezéshez szükséges kellékekkel készültünk, tehát ezek a rendezvények is felvezető programjai voltak a mai megemlékezés sorozatnak, illetve majd a 18 órás koszorúzás megemlékezés városi ünnepség igen is a gyermekek fognak ünnepi megemlékező műsort adni. Az iskolában egy kiállítást is rendeztek a roma holokausz 80. évfordulója alkalmából. Festmények, történelmi fotók, dokumentumok emlékeztettek a múltra.